Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit mai filmünkről, a Pókember 3-ról, amit 5 nap alatt háromszor láttam veletek. Mindenkinek nagyon köszönöm, aki eljött, és elnézést kell kérnem Debrecentől, mert remek estét tartottunk, de velük láttam először a premier napján a filmet, és javarészt a vetítés után csak annyi jött ki a pofámon, hogy valljuk meg, Érthető. Na most, mindez nem tartott örökké. Szépen lassan kiorvosoltam magamból a mámorpánikot, és harmadik megnézésen már egész más fényben tudtam befogadni az alkotást. Így pedig most egy nagyon részletekbe menő cincálos kritika következik. Ahhoz, hogy pontosan megértsd, mit gondolok a filmről, végig kell nézned az egész videót, ami egyrészt szuper spoileres lesz, másrészt pedig úgy tapasztalom, hogy ahogy a nők java része ezen a világon, úgy a szerkesztőség is csak kb. 10 percig tudja elviselni a buta ábrázatom. Ami rendben is van, de akkor most rohanjunk előre, és jöjjön egy spoilermentes. Értékelés. A Spider-Man 3 a legszórakoztatóbb Marvel film a Thor 3 óta? Igen. Egy megdöbbentően örömítas, letaglózóan felemelő moziélmény? Igen. Jó film a Pók háromság. Nem. Számít az, hogy történetileg, logikailag és szerkezetileg zilált ez a film? É, szerintem nem. Mert megvalósítja-e az, amiért megszületett? Igen. Oké, okay, tudom, hogy ez az összegzés egy teljes érzelmi typhoon vasút volt, de a film is ilyen, úgy, hogy ha. Így pedig akkor enged meg, hogy kifejtsem, jöjjön a szírmai féle szuper spoilere Spider-Man szétszedés. Oké? Okay? Kétszer szóltam. Mert a menet. Menjünk! Kezdjük a film végtelen pozitívumaival. Mi a jó ebben a filmben? A Komeo kavalkád. So Nagyon fontos leszögezni, hogy bőven elég lett volna a Toby Maguire balbokáját átúsztatni az egyik jelenet hátterében, és a rajongók már így is elégedettek lettek volna. Senki nem kötelezte a Marvelt, hogy ilyen határozottsággal, ilyen mértékben és ilyen odafigyeléssel húzza be a régi pókembereket. Ezt mégis megtették, valószínűleg azért, mert egy jó filmet akartak alkotni. Én voltam a legjobban meglepve, The Go Little Rockstar. A két régi pókember nem csak poénból van benne. A karaktertörténetbe ágyazott relevanciájuk van. Toby, mint az idősebb, megfontoltabb, Andrew, mint a traumatizált, a megfáradt és a legjobb, és mellettük Tom, a fiatal, friss, üde, de egy kicsit tudatlan. Borzasztó izgalmas dinamika, rengeteget segített a film érzelmi húzásán. Állati király, hogy ennyit voltak benne, én minden pillanatát élveztem a jelenlétüknek. És mindez nem csak azért volt, mert Andrew Garfield a mert a nosztalgia úgy fűtött belülről, mint Platon kever kevert tüske a rideg téli éjszakában. Nem, mindez azért is ütött ekkorát, mert a szövegkönyv a Marvel műfaj mesterműve. Tudjátok, én is egyfajta tudós vagyok. És nekem magyarázhatnak ezek a pökhendi PHD-sok, hogy az univerzum jelenleg mérhető legkisebb dolga a quark. Ha! Én szentül hiszem, hogy a valaha tapasztalt legkisebb dolog, amit a majomfajunk fel tud lenni, az 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 emberfeletti erővel összeszorított ánusz, ami a forgatókönyvírók testi birtokában lehetett, miközben ezt a szöveget írták. Ahogy elképzelem, állt fölöttük a Mickey-egér egy elzamatricás matricás és így... Ha! Ha két felesleges betűt találok ebben a szövegkönyvben, kilocsantom az agyadat, és fellefegyeltetem a kutyáddal! <laughs> egy rohadt lehelletnyi lényegtelenség nincs itt sehol, úgy pörög a dialógus, mintha itt lenne a ritka alkalom. A film rögtön egy hosszú snites négy szereplős jelenet sorra kezd, ahol egy dinamikus mozgássor mellett kell a szereplőknek három különböző témát megvitatniuk egyszerre. És az egész tanítandó pontossággal van végrehajtva. A Marvel mindig is jó volt a humoros szóváltásokban, de itt egy egészen új szintre lépett. Egy leadandó információtól Atlas mód agyon terhelt szöveget kellett itt tartalmassá, érthetővé és szórakoztatóvá tennie. Ez abszolút sikerült, ez a szövegkönyv hot sex. Főleg amikor a gonoszokra került sor, mert Oh my fucking színészet! Tudom, hogy ez technikailag a cameo szegmenshez tartozik, de nem tudok elmenni a mellett az orgazmikus szakmai pillanat mellett, amikor átjöttek a gonoszok, és így nem átollottak színészkedni. Ah. Jamie Fox, Alfred Molina, és főleg Willem Dafoe fenomenálisan jó hozzák a szerepüket. Fenomenálisan. Hogy? Hogy jön ki idáig az állkapcsa? De nem csak az van, hogy jól szerepelnek, hanem, és valljuk be, ez a Marveltől mostanában javarészt távol marad, de egyfajta klasszikus színészi minőség is hoztak magukkal. Minden nosztalgia faktoruk mellett szerintem egyszerűen emelték a film fényét. Úgy éreztem egy kicsit magam, mint amikor az első Thorban Bejön a Chris Hemsworth, hogy bumbolombolom, és lerakják vele szembe Anthony Hopkins-t, hogy akkor gyerünk gyerek, színészkedjék! Itt megint csak a szövegkönyv volt a legnagyobb segítségük, hiszen a pontosan és feszesen megírt expozíciójuknak hála pár mondatban be lettek mutatva, ki lettek fejtve és meg lettek magyarázva, így pedig a fennmaradó időt el tudták tölteni azzal, hogy játszadozzanak a szerepükkel. Meg, hogy pavaszkodjanak mindenkivel, aki szembe jön. Mikor kezd el a Marvel megmutatni, hogy mi történik? A harci jelenetek nagyon sokat fejlődtek a Marvel univerzumban az utóbbi időben. Green Goblin és Pókember beltéri birkózó bulija nem hogy fájdalmas volt és súlyos, hanem vizuálisan követhető. What? A shang óta látszik, hogy a stúdió megpróbál fejlődni pofaszkodások terén, <haz> és ez abszolút díjazandó. Innen látszik, hogy a kritikusok folyamatos nyavajgása ér valamit. Annyi ideje szivatjuk a Marvelt azzal, hogy képtelen egy olyan akció összehozni, amit nem a résztvevők hónajából vesznek fel, hogy hallgattak ránk, és megpróbálták. Hurrá! És hirtelen nem tudom, hogy mit kezdjek ezzel a hatalommal. Olyan érzés, mint egy nap ereje a tenyeremben. Végül pedig ez a film egy meghatározó, súlyos, érzelemteli élmény. Egy nehezen körbeírható pozitívum, de talán a legfontosabb. A hangos tapsal követett kameók, a pattogó szövegkönyv, az átlagon felüli színészi alakítás, a derült égből nem szar akciójelenetek, ezek mindegy egy roppant tudatosan és szívből épített történeti gerinc köré fonódnak. Ez a film tele van érzelmekkel. A nosztalgia, a meglepetés, a rengeteg gyász és a lezáró finalitás élménye egy gondosan megszerkesztett hangulati ívet követ. Na most, hogy milyen ez az ív, arra majd ki fogunk térni, de ki kell mondani, ami itt zajlik, az nem csak adrenalin, hanem szívfacsarás. Ez nem egy felejthető egyszernézős tucat kacat, hanem egy megrázó, léleggazdag és szeretett teljes lezárása Spider- Tom első trilógiájának. Ezek voltak a jó dolgok ebben a filmben. Rengeteg és nagyon, nagyon fontos elemet soroltunk itt fel. Jó volt, hogy ez mind jó volt. Nem bírom tovább húzni. Béla! Eh? Mehet! Kékét! Mi a rossz? Ebben a filmben. Gyerekek, messze túl sok dolog ahhoz, hogy én jól érezzem magam ettől. Fontos kitenni a kis ablakba, hogy az első debreceni <coughs> élmény után még nem voltak ezek ennyire egyértelműek számomra. Annyira maga alá temetett a filmélmény lélek lavinája, hogy csak így hemperegtem a hóba, mint egy parti pingvin, és próbáltam kirikácsolni magamból a mentál terrort, ami belül zajlott. Harmadik nézésre viszont már feltűntek nekem a következő negatívumok. Ennek a filmnek 2000 fucking konfliktusa van. Nézzük csak meg, hogy mi volt itt a baj. Peterről megtudta a világ, hogy ő pókember. Nem vették fel őket MIT-re. Átjöttek a gonoszok, vissza kell őket küldeni. Összeveszett Strangel irány a kis Meg akarja javítani a gonoszokat, de jaj, nem megy. Mi néne megmurdála? Átjöttek a pókemberek! és ezt meg kell érteni, hogy ez mit jelent. Meg kell tanulniuk csapatban dolgozni, mert amúgy ez nem megy nekik, és végül Tomnak fel kell áldoznia mindent ezen a világon, hogy újra tudjon kezdeni. Ez három filmnyi konfliktus. Igen, egyiket másikat össze lehet vonni, de tagadhatatlanul messze túl sok problémát sűrítettek össze egy filmbe. Egészen olyan, mint ez a film túl sok mindent akart volna egyszerre, és ezért kicsúsztak volna a kezei közül a szálak, és nem tudott semmire igazán figyelni. A film szó szerint elkövette a főszereplőjének a hibáját. Aztán Tom karaktere megérkezett a sehova. Őszintén, ki látta jönni, hogy ennek a trilógiának az lesz a vége. A nagy lezárása és fontos tanulsága, hogy jön még egy trilógia. Igen, tudom, hogy ezt valahogyan hozzápróbálták passzírozni az önállóság kérdésköréhez, de valljuk be, azért így is Tom karakterfejlődése messze alul múlt az Iron Man trilógia, vagy az Amerika Kapitány trilógia személyiségfejlődési történetét. Úgy hullottak mellőle a szerettei, hogy az 8. Henrik is megirigyelni. Ő maga is megtalált murdálni egy friss tavaszi reggelen. És mégis ezt a harmadik filmet is egy négy éves mentális kapacitásával startolta le. Hogy nem történt semmilyen fejlődés? Na most ez sajnos nem a színész, és nem is a forgatókönyvírók hibája. Ez, kérem, a stúdió hibája. Betom Tom Hollandot azért szereti a nép, mert Csini és mert Baba. Jön még három filmje, és sajnos azoknak is kell szólniuk valamiről. Úgyhogy nem fejlődhet a karaktere, mert az profitellenes. ellenes. Ja! Nézzetek, nem logikus, hogy ez a Peter még mindig ilyen bugyuta és gyermete. Nincsen semmivel alátámasztva, hogy miért kell harmadjára is ugyan azokon az érési kihívásokon átmennie. Az egész karaktere nagyon szerethető, és nagyon szórakoztató, de le van maradva. Mindegy. Csak hogy egy könnyed folytassam. Mi nézett ki Ember és Mr. Gyík, úgy, mintha egy baba tévésorozatba animálták volna őket. Pont ott fogyott el a pénz. Igen, bizonyos jeleneteket át kellett importálni az eredet filmjeikből ezeknek a karaktereknek, de az animációjuk így is olyan kínosan és kilógóan katasztrofális lett, hogy én csak ott ültem a moziban, és már a látványtól is kiújult a lumbágom. Á hátom. A Azt viszont nagyon vicces volt figyelni, hogy ezt a készítők is tudták ám. A gyík arc közeli jeleneteiben úgy próbálták mindenre kitagargatni, hogy ez egyszerűen csak cuki volt. Hello, Peter! Uh. Erről ennyit tovább. A film ritmusa idegbeteg. Lemértem. Én lemértem. Mély halála. És Andrew Garfield a legjobb pokember megjelenése közt egy perc 45 másodperc telik el! A film érzelmi mélypontja és legboldogabb pillanatok között egy fél adélnyi időt kapunk feldolgozni ezt! Igen, az adél mostantól mértékegység! Őrületes döntés, de persze mindez megint csak a végtelen konfliktusoknak tudható be. Ahogy azt már kitárgyaltuk, annyi dolgot szuszakoltak bele ebbe a filmbe, hogy egyszerűen nem tudtak a jelenetek leülni és egy fél pillanatra kifújni a lelküket. Azt is mondhatnánk tehát, hogy a Pókember 3 Legszomorúbb jelenete emiatt a ritmus miatt nem volt elég mély! A mágia egyszerűen csak rossz történeti megoldás. Ez a ki ismeri a pókembert, és ki tudja róla, hogy Peter Parker is hogyan lehet varázsolni, és hogyan lehet befolyásolni a varázslatot, és ki felejti el, hogy a Peter Parker van, vagy hogy a Peter Parker a pókember, és hogy kinek kell ezt úgy elfelejteni, hogy aztán mások se tudják, és akkor hogy tudja ő magáról, hogy ő a Peter Parker? Egy rettenetesen kusza történeti elem, és egy olyan halálosan homályos hagyma, amit minél jobban hámozol, annál jobban fog sírni tőle. Nem fogunk most ebbe belemenni, mert nem lenne se érthető, se izg... De a film lezáró megoldása, hogy Petert elfelejti mindenki és azáltal a többiek nem jönnek át, akik ismerik őt, az szerintem nem volt szükséges. Látok már, hogy hogyan épül fel Strange-nek a varázslata, elég lett volna annyit csinálni, hogy mindenki, aki egy másik univerzumban van, csak azt felejtse el, hogy ki az a Peter Parker. Ez egy darab módosítás valami, amit a múltban megtapasztaltunk, hogy azért annyira nem nehéz. És persze erre mondhatnátok azt, hogy de ezt nem lehetett, és akkor én megkérdezném, hogy miért, és erre az az egyetlen egy darab válasz, hogy mert csak. A lezárás logikája az, hogy... Azt szeretnénk, hogy ez legyen, és ez, ez nem oké. Okay. Doctor Dr. Strange sámlia ismét. Ismét egy film, amiben behozzák Dr. Strange-et, rájönnek, hogy ő túl erős, úgyhogy megfogják a szakállánál fogva, és felteszik egy kis sámlira, mint egy rosszul viselkedő gyereket a napköziben. Még kellett ebbe Strange, és miért töltöttünk vele ennyi időt, hogyha a film háromnegyedébe így fel van téve a kis sámlira. Fájdalmas fecsélése a fószernek, nekem nagyon nem tetszett, hogy ilyen röhelyessé tették, és csak hogy a nevén nevezzük azt a kis sámlit, amire feltoloncolták, ebben a filmben Pókember legyőzi Dr. Strange-et a matekkal. Tudod mi a menőbe a mágiánál? A matek! Meg a cringe az még az is erősebb, Peter. Nem egy darab rohadt kínos jelent van ebben a filmben. Amit elnyom az első élmény, hogy wow, mit is nézek pontosan, de azért, azért egy idő után azért felütik a fejüket. A végtelen sírogatásnak egyszerűen nincs mindig helye. A matekos kis botrányosan erőltetett, és mély néni halála egyszerűen röhelyes. Oda megy, meghal, fel kell, elmondja 40 millió mozzorra, hogy a nagy erővel nagy felelősség jár, aztán még ő is jár, egy kicsit aztán visszafekszik megdögleni. Miért csinálták ezt a jelenetet ennyire viccesre? Nos elmondom, de akkor itt zárnám le a gondosan átgondolt és szakmailag alátámasztott problémáimat ezzel a filmmel. Minden, ami ezután jön, az csak spekuláció. Gyerekek, szerintem Ménini a fő ellenség. Hallgassatok végig. Úgy kezdi a filmet, hogy szakít egy emberrel, aki az a neve, hogy Happy. Ni nincs itt boldogság, takarodja! Ez egy fő ellenség origin story. Aztán folyamatosan a színfalak mögött manipulálja Peter-t, rakja bele a fejébe a gondolatokat. Peter persze szeretne úgy cselekedni, ahogy ő maga jónak látja, de Ménéni nem engedi, mindig visszarántja a hálójával. Aztán annyira sikerrel jár, hogy végül meggyőzi Peter-t, hogy szembeszálljon Dr. strange Az egyetlen karakterrel, akinek az a szerepe ebben az univerzumban, hogy tudja, hogy miről beszél. Szép munka, mely, szép, 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 szép. És aztán, amikor kivirágzik a bajkeverésének a bimbója, és végleg tönkretette Peter életét, akkor jól megdöglik, hogy azzal is rátegyen a tragédiára, de ennyi neki nem elég. Ó, nem érzi a vérszagot, neki a mi boldogságunk kell, ezért feltámad a halálból, csak hogy kinézzen a nézőtérre, elmondja a mondatot, ami annyira röhelyes, hogy egyszerűen minket kidob a filmélményből, és ezzel éri el a végső szörnyű tettét, mert a nézőket is megnyomorította, és akkor végre nyugodtan, utoljára ledöglik. Vagy mégse? Pókember Mayday! <laughs> Minden viccet félretéve, miért lett ennyire ellenszembes Maynéni az utolsó filmébe? Ez, ez nem volt fair ezzel a karakterrel. És így pedig Persze, mondhatnátok. Oké, okay, Gergő, értjük. A film konfliktusokkal túlpakolt, zilált ritmusú, lezárásában labilis logikájú, és van benne pár cringe jelenet is. De mindez úgy hangzik, mint mintha azért listáztad volna most föl az eddigi elmondott kitételeidet, hogy aztán az egészet egy svunggal megold. Így igaz, szirmai cut incoming. Oké, okay, én hogy javítanám meg ezt a filmet? Ami nekem igazán hiányzott, az még 30 perc közös jelenet sor a három pókemberrel, ezért úgy döntöttem, hogy Dr. Strange-et teljesen kivágom a filmből, és így mi de mellett megy vele, a film konfliktusainak a fele is, úgyhogy bőven van erre időnk. De hogy nyílik akkor ki portál? Mit tudom én? Tom nyitja ki, amikor behagy egy villát egy Stark gyártmányú mikrohullámú sütőben. A lényeg az, hogy felnyílik egy portál, és elkezdenek átjönni ezen az égi ánuszon azok az emberek, akik ismerik Tomot. Ajaj, Ez baj! Meg kell mindezt oldani, és ez egy ideig megy is. Hála a két pókembernek, aki együtt dolgozik Tom Hollandal. De aztán hirtelen Tom rájön, hogy jaj, Várjatok, ki ismeri mindenkinél jobban Peter Parkert? Uncle ben. Az égi portálon elkezd átesni végtelen mennyiségű Uncle Ben. És zuhanás közben mind mondja a mondatot, hogy Peter ne le is, hogy nagy hat a nagy fele pszgezhajtnet. Az egyik Uncle Ben német valamiért. És ahogy látjuk a hírekben, hogy oh shit, it's raining Ben, Peter ráébred végre. Azért jönnek át a portálon az emberek, mert ismerik őt, úgyhogy neki kell átmenni a portálon, hogy őt követve ne jöjjenek át többen. Bácsi. És így feláldozza magát. Ahogy felnelkedik, Krisztusi pózban halad át a portálon, mint pót apja Tony Stark is egykoron. Szól a zene, és mindenki sír, és szomorúak vagyunk, és az utolsó pillanatban a kezéből visszaejti a maszkját, ami szépen lassan lehull a földre. Pff, 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 pff. És mi csak annyit látunk, hogy lenyúl érte egy afroamerikai srácnak a keze. Miles Morales trilógia! Wup, wup. És ez még nem is zárja ki azt, hogy Tom Holland visszatérjen. Poénkodást elhagyva, szerintem valami ilyesmi lezárás sokkal áramvonalasabbá tette volna a történetet, sokkal kevesebb konfliktus szakott volna egy pillanatban, sokkal több időt hagyott volna a három pókembernek, és logikussá, sőt, szimbolikussá tette volna a film végét. Legalábbis szerintem, de persze mondhatnátok. Greg! Te nagyra nőtt Schwab Napóleon. Ennek a videónak a 70%-át örjöngéssel töltötted. Fel voltál háborodva minden ilyen olyan elemen, te akkor te nem szeretted ezt a filmet, mi? Dehogy nem! Ez a film vissza akarta hozni emberek életébe a Marvel magic -et. Ez akart adni egy karácsonyi, feel -good generációkon átívelő mozis kapcsolódási lehetőséget. És ezeket mind tökéletesen tette meg, ez a film halálosan szórakoztató, tele van érzelmekkel, rohadt jól használja a nosztalgiát, okos, ügyes, szép, nem teljesen jól összerekott, de ez ki az Istent érdekel. Nekem ki kellett adnom magamból, remélem egy pár ponttal ti is egyetértetek. Ha találtatok valami más történetbeli lukat például, akkor írjátok le a kommentek közé. De így vagy úgy, ne felejtsétek, hogy a lényeg az, hogy ez egy igazán klasszikus mozis élmény, és a számomra majdnem mindennél fontosabb végeredményben. Úgyhogy hogy gyerekek, ez a tökéletes Spider-Man Christmas. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy újra beleszeressünk a moziba járásba. Remélem, hogy amikor ti néztétek, hogyha néztétek, remélem megnéztétek, akkor nektek is tapsoltak az emberek, nálunk mindenki újongot még a Daredevil is kapott tapsot. Na mi elég király. Úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt ez, mindent összefoglalva, és nagyon örülök, hogy ezt a videót pont karácsonykor kapjátok meg. Őszintén gondolkoztam rajta, hogy valami egész más ilyen, ilyen olyan specialt adja ki karácsonykor, de számomra ez volt a legjobb ajándék. Három helyen, háromszor tudtam veletek megélni ezt a filmet, tudtunk utána dumálni róla, most kész a videó, úgyhogy nekem már így is fantasztikus volt ez a karácsony, remélem nektek is az, így vagy úgy az új évig még találkozunk, én szírmai Gergely voltam, boldogságos karácsony puszantalak titeket ma!